Idén is nyári diákmunkaprogramot hirdetett a pénzügyminisztérium, amelynek keretében a folyamatos nappali jogviszonnyal vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező 16 és 25 év közötti diákok kaphattak munkalehetőséget a 2018. június 1-e és augusztus 31-e közötti időszakban. Ez évben a vártnál is nagyobb volt a fiatalok lelkesedése. Az idei esztendőben minden korábbi rekord megdőlt, hiszen a tervezett létszámot jelentősen túléptük, több mint 1120 főt tudtunk ebbe a programba belevonni, és a tervezett 110 millió forint helyett több mint 140 millió forint állami támogatást költöttünk el a programra. Idén újdonság volt, hogy az önkormányzati cégek, illetve az önkormányzatok mellett 75%-os támogatással a vendéglátás, illetve a mezőgazdaság területén akár magáncégek, vállalkozások is be tudtak kapcsolódni a programba. Örömmel jelentem, hogy a vendéglátás területén 169 fiatal tudott dolgozni, és a mezőgazdaságban is 27-en vállaltak munkát. Összességében kijelenthető, hogy a nyári szezonális többlet munkaerő igényben én azt gondolom, hogy a diákok kivették a részüket és helyt is álltak, hiszen, hogy elhangzott a sajtótájékoztatón, alapjában véve az ő munkavégzésükkel semmilyen probléma nem merült fel, becsülettel végig dolgozták azt az időszakot, amit vállaltak. A nyári diákmunka kezdeményezés több szempontból is kedvező a tanulóknak, hiszen az önálló kereset mellett szakmai tapasztalatot is szerezhetnek a fiatalok, amely a későbbi álláskeresések során nagy előnynek számít majd. Számomra a legnagyobb tapasztalata az idei nyári diákmunka programnak, hogy a gyerekek érdeklődése a munka iránt fokozódik. Szeretnének a gyerekek dolgozni, szeretik megérezni a pénz ízét, főleg annak a pénznek az ízét, amit ők maguk kerestek, és abból el tudnak menni nyaralni. Ez az érdeklődés felülmúlt korábbi éveket, jelentősen felülmúlta. Főleg azért meglepő ez számomra, mert a tavalyi évben némi nemű érdeklődés, hiány jelentkezett. Nem voltak annyira aktívak a gyerekek, ez az idei évben fordulatot vett. Remélem, hogy ez a fordulat ez meg is marad, és a jövő évben is legalább ennyi gyerek fog dolgozni a kormányhivatal támogatásával megyénkben. Tatán 204 munkalehetőség közül választhattak a diákok, amelyből 144 állás az önkormányzathoz és intézményeihez kapcsolódott, 60 pedig a vendéglátás és a mezőgazdaság által kínált különböző feladatkörök voltak.